Ezúttal egy marhasültet készítek. Ahhoz hozzászoktunk, hogy mondjuk egy bélszint megsütünk, vagy hátszint megsütünk, de én egy egészen különleges receptet próbáltam ki évekkel ezelőtt, hiszen marha húsból, a lábszár részéből általában pörköltet vagy gulyáslevest szoktunk készíteni. Aki a lábszárat szereti, az azért szereti, mert tele van ilyen jó kis ragadós, inas részekkel, és ez valami fantasztikus lesz, kicsit hasonlít a kakashús ízéhez. De nem szoktuk sütni. Viszont arra gondoltam, van egy pillangónk, arra gondoltam, hogyha szépen alacsony hőn megsütjük, akkor ez a ragadós rész, ez valami mennyeivé teszi. Zsír szinte semmi nincs rajta, ezért egy kis szalonnával és egyéb dolgokkal megvariálom, de azt szeretném, hogy a hús íze domináljon. Mielőtt neki kezdek. Szóval mit szólnak az új konyhámhoz? Kiköltöztünk ide, Vili bácsi, az eredeti tulajdonos, Tamaskó Vili bácsinak ez a régi eredeti sparheltje, amit én megőrizgettem, és most végre először beüzemelünk, hát szerintem 30 éve nem dolgozott ez a kályha, de most majd bizonyíthat. Egy komplett konyhát összehoztunk, kinn a természet lágy ölén, azért, hogy ne legyünk bezárva a kollégáimmal egy zárt térbe, és akkor is tudjunk műsort készíteni önöknek. Nos, és akkor jöjjön a recept. Tehát mutatja a lábszár, hogy hogyan kell elszeletelni. Nagyon fontos, hogy a húsokat mindig szálirányra merőlegesen vágjuk el, akkor lesz lágy, omlós. Hú, de jó kis darab ez, gyönyörű hús. Mivel nincs benne zsír, vagy csak minimális, ezért szalonnával fogom megtűzdelni, nem fogom variálni. Nagy karika vöröshagymával, és nagyon pici rozmaringot teszek rá, mert most ezek a friss hajtásai a rozmaringomnak, egészen zsengék, olyan, mint egy parfüm ebben az időszakban, úgyhogy nagyon szeretem. Alá csak egy kis sertészsírt rakok. Azért az micsoda élmény madárfügyben főzőcskézni, nem? Nagyon fontos, hogy minden recept, amelyet itt szabadtéren készítek el, az természetesen benne a konyhában is elkészíthető. De azért természetesen muszáj hozzáfűznöm, hogy ha már csak a teraszra vagy a kiskertünkbe kimegyünk, és ott főzőcskézünk a családdal egyet, akkor már olyan, minthogyha egy kicsit nyaralnánk. Darabokra vágjuk a húst. Itt a húsrostok között ezek a fehér részek, ez mind ilyen ragadós, kis inas, hártyás rész, ami vajpuha lesz majd. Nagyon fontos, amikor húst vásárolunk, akkor figyeljünk arra, hogy húsmarha húst vegyünk. Mi magyarok régen azért sok marha húst fogyasztottunk. Aztán egy idő után már csak azoknak a tejelő teheneknek a húsát lehetett kapni, amelyek már nem adtak elég tejet, és a vágóhídra küldték őket. Öreg, kihasznált állatok húsa volt. Olyan kemény volt, hogy nem lehetett belőle jót főzni. De egy igazi jó marhahús vajpuhára süthető, főzhető. Nézzék, milyen gyönyörű! Szalonnából azért vékonyabb csíkokat vágjunk, azért azt nem szeretnénk, hogy túl zsírossá váljon az étel. Ha valaki szereti füstösebben, akkor maradhat a széle, ha nem, akkor azt nyugodtan vágják le róla. Az a lényeg, hogy egy ilyen jó olvadós, hát ha lehet, vagy hozzá tudnak jutni, akkor mangalica szalonna legyen, ha nem, akkor jó kihízott szalonna.
jöhet a vörös hagyma. Fölkarikázzuk. Nem kell vékonyra vágni, mert a hagyma is ad egy jó kis szaftosságot a húsnak. Egy szelet hús, egy szelet szalonna, egy szelet gyönyörűséges hús. Közé bedugjuk a hagymát. Utána megint jön egy szalonna. Majd, ha már jobban tele lesz, akkor jobban föl is lehet így állítgatni, látják? Be kell fedni majd az edényt, és 140 fokra téve szépen lassan sütni, hosszan, 4-5 órán át. Mikor így megtelt az edény, akkor megborsozom. Mivel a szalonna sós, ezért csak a tetejét fogom megsózni. És a friss zsenge, rozmarink. Nem kell lehúzigálni ennek a levelét, mert még a szára is zsenge. Mikor már majdnem kész lesz, akkor egy zöldséges, friss új burgonya köretet fogok mellé készíteni, és lehet mellé bármilyen salátát is. A lényeg az, hogy a marhahús mellé mindig együnk zöldségeket, az új burgonya pedig, még mivel nincs benne keményítő, még zöldségnek számít. Aztán majd jön Kerekes Sanyi barátom, aki a karantén ideje alatt végig egy kályhában és egy beszerzett sparheltben főzött, csodálatosabbnál csodálatosabb ételeket alkotott, és akkor gondoltam, hogy jöjjön és néhányat mutasson meg ezekből. Már puha a marhahús, úgyhogy itt az ideje elkészíteni a köretet, amit ígértem, a zöldséges, vajas, fokhagymás új burgonyát. Nagyon gyorsan elkészül. Felforrósítunk egy pici olajat, egy pici vajjal. Úgy. Rátesszük a megmosott új burgonyát. Teljesen fölösleges legapargatni. Teljesen fölösleges művelet. Körülbelül 8-10 perc alatt átpuhul. Jöhet az új fokhagymám. Bent felejtettem egy fej fokhagymát, és kijött belőle egy csokorral. De most ilyenkor nagyon jó kis meglepetés. Fölkarikázom a zsenge szárával együtt. És amikor már félig puha az új burgonya, akkor ráteszem a fokhagymát. A spárgát is megtisztítom. Úgy. Ezt a spárgatisztítót, ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Zseniális szerkezet. Jó kis zsenge, vékonyka spárga. Tökéletes lesz, hogy csak egy pici hőt kapjon, és még ropogós maradjon a burgonya mellett. Természetesen alaposan folyóvíz alatt jól átcsapattam, hogy ezekből a kis rügyekből is kijöjjön a homok, mert ugye, hogy a földből bújik ki ez a rügy, azért oda berakódhat föld. Nagyon át kell csapatni vízzel. Kis falatokra vágjuk. Minden elő van készítve. Teszek egy kis sót a krumplira, gyönyörűen pirul. Még egy kicsit hagyni kell, azért puhuljon át. Kicsit megpirult a friss fokhagyma is, jöhet rá a spárga. Hoppá, nem szoksz meg. Egy picit átforgatom vele, és akkor jöhet rá a tejszín, és abban párolódik az egész. Egy nagyon pici vajat is teszek még rá. Hú, de jó illata van. Marhahús mellé egy kis sejmes, tejszínes köret, friss zöldségekkel, új krumplival tökéletes lesz. Tulajdonképpen készen is vagyunk, tálalok. Hol is volt az, amit olyan nagyon-nagyon... Ez gyönyörűséges volt. Oda nézzenek. Jaj, olyan puha, hogy szétszakad. Ennyi kell neki, így. Sok spárgát szedek.
Jaj, nem tudom, megmerem-e mutatni Kerekes Sanyinak. Ja, hát ezt konkrétan nem kell vágni. Csak erről beszélek. Megmerem mutatni Kerekes Sanyinak. Nem kell szégyenkeznem. Itt pont ezt az inas, ezt vártam. Thank you.